Gallego. Vissza Kolesárnak. Ranko Vasco. Cassado rengeteget jön mélyen hátra. Az irányító középpályás. Ketten a japán Takuto Oshimával szervezik a játékot. Egyelőre nagyon nehéz rést találni a lila falon. Most egy csellel sikerül. Kvócera. Kvócera még mindig, és két komár, amit is becsap. Hát, akkor ez is műesés, kedves játékvezető úr. Ami az egyik oldalon sárga, a másik oldalon higgadtan mosolyt kíséri a játékvezető részéről. Igaz, nem volt olyan látványos a műesés, mint Szetei esetében. Chmiel végezhet el kirúgást. Elsőre veszélyesnek tűnt ez a támadás, hiszen Kvócera Spakot és Horodnyikot is befűzte egy testcsellel. Valószínűleg vérzés, ezért leküldte a játékvezető az imént ügyeskedőt, Cassadót. Igen, igen. Hát egy picit megrepett az felső ajka a Kvócerának. Nem is Cassado, azt mondom Kvócera. Egy hiba. György játszotta vissza a labdát, de Spak elengedte talpa alatt. 19. perc a Slovnaft kupa, szlovák kupa negyedik körében. KFC Komárom Nagy Mihály 0-0, és ez az eredmény hízelgő az élvonalbeli csapat, a Fortuna Ligás csapat szemszögéből, hiszen három komáromi lehetőség is volt a gólszerzésre. Egyelőre Chmiel kapuja nem forgott veszélyben. Spak. Gambold. Ismételhet a balbek. Horodnyik. Kolesárt látta szabálytalannak, Tóth Gabi harcol ki egy szabadrúgást. Valószínűleg kicsi bejátszák meg Horodnyik és Domonkos, aztán Domonkos mégis tovább megy. Simko kérnél, rá meg Cassado figyel. Tóth felé az ívelés. Ranko, Tóth, hárman veszik körbe, még így is megjátsza. Domonkos ügyesen ki, oldalra Györgyi. Ketten rontottak király, és nem tudta megjátszani a szovátai székely srác. Ranko csak Simkoig. Záradnyik bújt ki két komáromi között, és megkegyelmez neki a bíró. Szabálytalannak látta a lila szendvicset vele szemben. Mendez. Vasco. Ranko. Gallego átlépte, de Peña nem számított rá. Vaskoról ment ki. Jöhetnek a komáromiak. Szetei hagyja a Stevie-nek, azaz Adailónak. És azonnal indította Tótot. Középpen Gambayar, és a második hillámból Domonkos érkezett. A P
picit jobban veszi át Kristóf, újabb gólhelyzet, ebben is benne volt a gólveszély. És az egész támadás Adailo hosszú bedobásával indult, ez specialistája ennek. Gallego, Simko, Gallego ügyesen veszi le, de csak Steve-nek. Gambajár, ilyen finoman nem lehet, Kvócele cseni el, Saláta, Simko, Gallego, Takuto, Ranko. Talán először a meccs folyamán átlépi a felező vonalat, a söprögető. Ranko azonnal vissza is játszik Kolesárnak. Vasco. Casado. Egy pillanatra most Takuto. Oshima söprögető. Tóth. Simko. Nadailo. Domonkos. Ügyes csel. Lerázta vele Penyát, és mesterien indít a bal oldalon. Illet volna jobban átvennie Horodnyíknak. Aztán föntartotta Kolesárt. Ez most jogos. Mesterien indított egyébként Kristóf, egy ügyes cselen lefordult Gallegóról. És pontosan tálalt Horodnyík elé, lehet, hogy talán mellel kellett volna átvenni. Futtából Mendez. Casado. Gallego. Mintha csak Argentínában lennénk, vagy Kolumbiában. Peña engedi el. Ügyes sarkazás. Takutótól. Peña. Súlypont átvitel, ez nem sikerült, talán most. Takuto kéri el. Csak Kolesár játszható meg, illetve Vasco. A rövid passzokkal és hosszú ívelésekkel sem tudnak gólveszélyt teremteni. A vendégek, Saláta ügyesen megoldja rutinosan. Záradnyíkkal szemben. Chmiel végezheti el a kirúgást. 24. perc. Közelebb álltak a gólhoz Radványék, egyértelműen. És fölényben játszanak a Fortuna Ligás ellenféllel szemben. Simkot gyötri meg Ranka. Komáromi szabadrúgás, Domonkos. Saláta. Adailo indul be, aztán megtorpant egy pillanatra. Nagyszerűen ívelt oda Adailónak. Saláta, a lepatta Mendez. Külsővel, Tóth. Hát ezt most elnézte a bíró. Akár 11-est is lehetett volna fújni, mert Tóth eltakarta a labdát, és megrántotta őt egyértelműen Ranko. Ezt most fordítva fújta érzésem szerint a bíró. Tehát majd visszanézzük a lassításban, de ez 11-esnek tűnt. Spak. Chmiel. Adailo Mendez lefejeli szeteit. Csúsztatni próbálta a felfutó jobbeknek. Gallego. Gambajár. Domonkos. Takuto jött vissza. Tóth még utána nyargal. Hát, ha hibázik, száraz. Gallego. Befuthatatlan. Saláta dobhat. Vagy Adailo. Inkább az utóbbi. Miro Nyemec. A Nagy Mihály trénere. Ki kedélyesen cseverészett a meccselőt. Régi ismerősével, Radványi Mikivel. Adailo. Casadóról megy ki. Néhány perccel ezelőtt Adailo innen hasonló helyről már azonnal indította Tótot.
akit most meggyötört Vasco, de ezúttal szerintem szabályos volt. Nem úgy, két perccel ezelőtt, amikor az ötös felesen a Vasco érzésem szerint lerántotta Tótot, aki eltakarta a labdát, és próbált kapura fordulni. Nádájló. Tóth ezúttal nem fér a labdához. És Gallego tesz róla, hogy ismételhet a komáromi jobbek. Tóth, Domonkos, Sinko. Ránko takarít, ügyesen veszi le Peña. És pont vállon találta az árnyékot. Az veszélyes kontrának nézett ki. Domonkos jól tartja meg. És Ránko teremti földre a két kapitány ütközete. És Cassado. Ez csak jó jel. Ha már a 28. percben provokálódnak a vendégek. Ez azt jelenti, hogy a Komárom jól játszik, és már ilyen eszközöket is bevet a Fortuna ligás. Mendez a bedobással. Zárnyik jól csúsztatja meg. Domonkos azonban észleli a bajt. Ez a csel most nem volt jó Kristóftól. El is veszti. Takuto. Ránko, saláta. Szeteit megelőzi Mendez, Peña, Cassado, Ránko, Takuto. Látszerűen szerelte Györgyi. Vasco, Gambajár, előnyszabály, Tótot buktatták ugyanis, Simko, Spak, saláta. Domonkos, Simko, saláta, Domonkos. Ennyire higgy.